Báhidi, gól! Vezetünk! 6 góllal vezetünk! Nem csak az Erzsébet téri szurkolói teraszunk kézilabdás tematikus élményparkjának hangerő érzékelőjébe ordította ezt Ligetvári Patrik, hanem foci válogatottunk csoportmérkőzésein is. Mind a kettő meccset láttam is a helyszínen szerencsére. A második mérkőzés az életem egyik legjobb élménye volt, amikor a franciákkal tudtunk egy döntetlent játszani, de nagyon tisztelem a srácokat, hiszen a portugálok ellen is az eredmény nem is mutatja, kimagaslóan játszottak egész végig, egész mérkőzésen. Amit a franciák ellen tettek, az valami tényleg valami csoda volt, meg ugye abszolút beleképzeltem abban magam, hogy a következő évben az Európa-bajnokságot mi itthon játsszuk. Hazai rendezésű lesz, és ott is sok ezer magyar szurkoló ki tud látogatni a mérkőzésre, és együtt tudjuk elénekelni velük a himnuszt. Számunkra egy hidegrázó élmény lesz. Most belegondoltam, már most is ráz a hideg, szóval nagyon jó lesz. Az biztos, hogy a Hajrá Magyarok a jövő januári, részben hazai rendezésű kézilabda EB-n is sokszor fog elhangozni. Belegondoltam a saját magamat a valamelyik játékos helyébe, és az, hogy ez egy másik arénában lesz, de a hangulat az valószínűleg ugyanez lesz, hiszen ez zárt arénáról beszélünk, szóval biztos, hogy úgy hasonló kaliberű hangulat lesz ott is. Kisúval is passzolgatott, talán ezért is élvezte annyira az interaktív élményparkot a válogatott kézilabdázó. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, hiszen olyan dolgokat próbáltam ki, amit még eddig soha az életemben nem próbáltam ki. Mondjuk, ami nekem legjobban tetszett, hogy milyen érzés az, hogy amikor kommentátorként kipróbálom saját magamat. Csehek lógatják a fejüket, próbálnak visszavágni. Báhidi, óriási gólt sikerült neki lőni. Hatalmas passz volt Ligetváritól. Például van reakcióidőmérés, pontos lövésmérés, akkor meg lehet nézni azt, hogy milyen sebességet tudjuk ellőni a labdát, adogatógép, szóval sok minden jó lehetőség van itt. Érdemes kilátogatni ide és kipróbálni magadat, hogy mire vagy képes. A 2 méter magas klasszis a Veszprém csapatának tagja. Hónap elején az örök rivális Szeged győzte le őket a kupáért vívott harcban. Ebben az volt a fájobb, hogy ez hazai pályán kellett átérnünk saját szurkolóink előtt. Meg akartuk nyerni a bajnokságot, hiszen hazai pályán nagyon régóta nem nyert a csapat már bajnokságot. Ez sajnos nem történt meg, de menni kell tovább építkezni, és jövőre meg kell változtatni ezt. A szegedi csapat tagja például Mikler Roland, akivel a válogatottban együtt lépnek pályára. Szerintem nagyon jó a viszony, hiszen úgymond barátok vagyunk a pályán kívül is. Oké, egymással játszunk, különböző csapatokban játszunk, de a sport ez ilyen. Most abban a 60 percben ettől eltekintünk, ott nem ellenségként, hanem ellenfélként tekintünk a másikra, és lejátszunk a mérkőzést, meccs után meg együtt pacsizunk, vagy megiszunk egy sört, hogyha úgy van. Ligetvári a forró nyári heteket igyekszik pihenéssel tölteni. A nyári edzés az olyan labdát, azt nem látok, nem is akarok látni, aztán jobb is a szervezetemnek. De ilyen futásos edzés, vagy esetleg egy konditermes edzés, ugye azt belerakom a programomba, az erőléti edzés küldött egy specifikus edzéstervet, azt végre is hajtom, szóval valamit azért kell csinálni, hiszen nem lehet úgy belevenni egy alapozásba, hogy előtte semmit nem csinált az ember, mert az nem lesz túl jó, és nem akarok túl sok izomlázat majd a felkészülésre.